Na nézzük, mit tudnak ezek a csávok? Szió, Moni. Nézzétek meg, az a srác, aki a legmagasabb közülünk, és a Redditen róla van a legtöbb macska. Ezek tudják, mi az a Reddit? Az mondjuk meglepő. Henry Kettner fog jönni fix. Én érzem. Hogy Györfi Marci. Jóri, gyerünk, Jóri, figyelj! Jóri! Ő nyerte a harmadik évadot, figyelj! Jó! Kis csicska! Most, hogy teljes a csávok banda! 35 évesen itt vagyok ezekkel a 20 évesekkel, és megélhetési influencer vagyok. Tök jó móka. Dobjuk bele a vízbe ezt a srácot. Hú, fiatalság. Yeah. Nem mondták, hogy bokáig érő faszon és Teslája. Akkor tényleg, akkor nem lát a Henry. Basszus, amikor még az első koncertjeit tolta, akkor mondta, hogy menjek el én is a koncertjére Kapasvárra. DJ Tőtő Ciginek. Azt mondta, hogy még akár el is visznek engem. Tök jó lett volna összehavarkodni velük. Lehet, hogy most én is ott lennék a csávok között. De nem mentem. Milyen nagy kár. Bizonyos testrészeimre ez nem fér rá egyébként. Csak mondom, egy másodpercre... XD, nagy a faszom. Megint! Ivás. Yes, Ivás. 6 perce nem történt semmi a videóban. 6 perce nézzük a videót, és nem történt még semmi. Csak ivás és seggek. De inkább ivás. Szia, Cigi vagyok, és hogyha balra húzol, csicska vagy. Balra. Mállam. Ezt nem akarom végignézni. Kezdem érezni azt, hogy halok meg belülről amúgy. El fog menni a kedvem a levegőtől. Szia kislány, itt van a Sipi. Szeretem a peckesen állat, Titi. Jaj, ne, hívnak Discordon. A viccet keresik. A viccet keresik. Szia kislány, itt van a Sipi. Szeretem a peckesen állat, Titi. Vajon mit fog mondani ez a lány rá? Azt fogom mondani, hogy hadd pattanjak rá a farkadra! Bára. Úristen, jobbra! Na jó, felvette a szemüveget, szóval felvette minieger-es szemüveget. Ő jobbra menj. Szia, pont úgy nézel ki, mint a második barátnő, de eddig csak egy volt. Tesóm. Itt most azt mutatják be, hogy mit nem szabad írni a lányoknak. Ez olyan jó, hogy bekakiltam tőle. Rendesen. Ez micsoda pick-up line? Szia, Milán vagyok. Milán azt fogja csinálni, lehúzza a nadrágját, megmutatja a f***t és jobbra. Jobb. Ő meg fogja mutatni a farkát élőben az összes lánynak. És aki nem kapja be, az csicska. Hogy hívnak? Zsani. Vágod, megmondta a nevét a csaj, és elment balra. Ez nagyon vagány volt, lehúzta a piát, és elment. És van olyan ember, aki ezek alapján akar megtanulni csajozni, és olyan akar lenni, mint ők. Milyen ember lehet az? Tinderezni nehéz, ha balra húznak fáj, egy dolog érdekel csak, mit tud az a száj? Balra! Úristen! Vicces szexuális megjegyzések. Az ilyen nyitások mindig kockázatosak, hisz nem minden nő szereti, ha azonnal szexel kapcsolatos megjegyzéssel bombázzák. Nem minden nő szereti, csak a kurvák. Ezt javítom. Azonban, van, hogy ez is működhet. A humor ennél a bemutatkozási formánál kritikus pont lehet. Semmiképpen se próbálj nyers és közönséges lenni. Inkább próbálj burkoltan és viccesen szexuális jeleket küldeni. Tehát, küldd el a faszodat, és rajzolj rá bajuszt. Úgy vicces. Úgy már nem sima dick pic, úgy már mém. Úgy okés. Csak mondd meg, hogy szia baszunk, és a legundorítóbb, legelvetemültebb, legkiéhezettebb kurva azt fogja mondani, hogy ja, 100-ból 1. De azt megbaszhatod. Ez jó volt! Ez jó volt? Hát akkor mi a rossz? Meg sem akarom hallgatni. Sziasztok, Jász, én vagyok 19 éves, és arra várok, hogy elcsábítsanak. Igen. Szia, én Kósz Milán vagyok, de túl sok a ruha rajtad, elmegyek balra. Szia, Kósz Milán vagyok, szeretem a vonatokat, és egyébként lehetnél olyan, mint a modellvasutam, hogy amúgy eltalogatnának minden nap egy órát otthon a szőnyegen. 8 percnél tartunk, és úgy érzem magam, mintha belenyúltak volna két kézzel az agyamba, és ki akarnák tépni. Mindig innod kell egy felest, amikor valaki szánalmas. Az első egy perc után annyira belennél baszva, hogy
vinnének téged a toxikológiára, bazd meg. A Zahér Gábor ébresztene fel. Jobbra? Balra, bocsi, én nem vagyok. Balra, bocsi, nem vagyok egy bügyös ribanc. Na, csá, Jászmin! Csá, Jászmin! Időutazó vagy, mert benne vagy jövőmben úgy, de igen, szeretem Egert, vagy Egert, nem tudom. Hát akkor ez balra. Srácok, húzzatok bele, mert ez nagyon gáz eddig. Ez nagyon gáz. Gyere, Jászmin drága, hogyha tetszem, akkor táncolnod kell velem, muszáj. Jaj, de jó. Jászmin amúgy a legértelmesebb karakter ebben a videóban egyelőre. Jászminnak normális értékrendje van? Mindjárt kiderül. Szia! Olyan szép vagy, ha szar lennél, magamba tartanálak. Megy balra. Hogy jut eszébe ilyen valakinek? Nincs az az alkohol mennyiség, amitől eszembe... Fél, van egy szép csaj, mit mondasz neki? És ez jutna eszembe. Hajrá! Szerintem balra, már ne haragudj! Felhúz, gyere! Gyere, balra! Fél, elmenni bevásárolni, megsétáltatni a kutyát... Aztán elmenni beléd is! Jászmin... Ja, csak a teendő listám, hogy mit akarok ma megcsinálni. Előre tudtam, geci, meg se kell nézni a videót. Ne haragudj, de hogy a mosogató cuccagyúságban. Red flag ma, elutasított egy nő, hát nem baj, megyek a következőre. Sipi, gyere vissza. Gyere vissza. Visszamegyek, jó? A mosogató. Köszi. Szia, drágám. Ez nagyon gáz, úristen, ezek ősemberek agyba. De tényleg. Nagyon gáz. Csak akkor adj, ha később nem veszed el. Ami ezt tetszik, jobbra. Sziasztok, Panni vagyok, 19 éves. Balra. Szia, Panni, hogyha rád nézek, akkor már nem kell több hakni, mert minden pénzemet rád költeném. Hol voltak a rímek? Ez csinálmas. Okay. Jó utat a balra. Jó utat a balra, felkellek a falra! Szia, Panni! Tudom, hogy nagyon idegesek vagyunk mindannyian, hogy itt a nagy közönség, de relax, baby, relax. Mert relax. Minden egyes mondat fáj ebbe a videóban. Elég rámenős volt, de menjél jobbra. De figyelj, nekem csak egy kérdésem van, hogy nem ültél véletlenül egy kis csinába? Mert az a seg elég eszméletlen. Geci, uram, Jézus! Ez a videó, ez ennél rosszabb videót még nem láttam ebbe az évben. Ha pokolra kerülsz, ezeket a videókat kell nézned loopolva. Ez van a halál után. Jauri vagyok, és egy kérdésem van, hogy van-e kaszkód? Mert beléd mennék hátulról. Van biztosításod? Ez ilyen autós poén volt, értitek, hogy meglökik hátulról, mert csaj. Kutyapóz, érted, segbe megnyomja. Megbassza, vagy szétbassza. Jó utat! Jobbra, ez jobbra, tesó! Remélem ennek a lánynak a szülei nem nézik a videót, biztos geci büszkék látnak. Srácok, le a kalappal előttetek, azt kell, hogy mondjam. Le a kalappal, ilyen dumákért le a kalappal. Ez valakinek a lánya. Szia, Panni, nem vagy véletlen egy varrónő? Már bevetné 20 centit a gatyámból. Látom, eléggé felfűtött a hangulat. Léci. Megadom. Erre is megadja a jobbra. Én ezt nem értem. Szia, Milán vagyok, és hogyha balra húzza, akkor lekapcsolják a humogat a lélegeztetőgépről. Kórház. A lélegeztetőgépről. Ez lelki terror. De... Bal. Még egyszer, lekapcsolják a húgomat a lélegeztetőgépről. Nem dőlök be manipulációnak. Sziasztok, Rudi vagyok, 15 éves. Ja nem, 20. Na, mindegy. Meghalt egy 15 éves, és azonnal odafutott, hallod? Mi ez? Mi ez a proli faszomság? Uram, atyám. Hörbi kopi. Szoszi. Ennyi!
Mondom, szoszi! Mondom, bal! Miért mindig erre az oldalra húznak a rohadt elbe? Nem, mert egy agyhalott idióta vagy. Valószínűleg azért. Szia, eljösszel a Palacsita Fesztiválra, tojtaj meg én! Most kirázott a hideg. Most actually fizikailag fáj. Tehát most már tényleg ott tartunk. Mert új is minden mindegy nekem már. Én nem is akartam mást. Szívembe zártam már. Minden problémám, amire kell, visszatér hozzám. Én nem is akartam mást. A szívembe zártam már. Minden problémám, amire kell, visszatér. Most fogom megölni magam. Mavstart.hu. Ez elé fogok beugrani szerintem. Mit szóltok hozzá? De a pokolban ugyanez lesz. Tényleg, úristen. Legyen egy jobb rossz. Nem ő a hibás! Nem ő a hibás! Nem az Ari a hibás! Geci, nem. Erre tényleg nincsenek szavak. Hogy lehet valami ennyire kibaszott szar? Ezzel tényleg kínozni lehet. És én ezt vállaltam. Vágjátok, én ezt önszántamból nézem. Nincs is ekkora faszod, te. Jobb. Erre jobbot kapott. Valaki fizet érte, hogy nézd. Figyelj, szerintem itt inkább azért fizetnének az emberek, hogy ne nézzem. Hogy a csetet elnézem. Jobbra húzol, és ennek vége. Adsz másfél percet, nem bánod meg. Másfél percet. Abban másfél percben mi tartozik bele? Tojtojozunk egyet. Akkor bal. Ezt a point már elsütötte a kis haverod. Nem szabad ugyanazt a point elsütni egyel utána. Ennyi eszetek sincsen? Egy kérdésem van, hogy mi a különbség az erekció és a diploma között? Azt, hogy nekem csak erekcióm van. Nincs diplomám. Aha! Aha! Ja, van valamilyen nemi betegséged? Bal! Nem kérsz? Nem, bal! Erre ki mondta volna azt, hogy jobbra? Szia, Petra, Krisztián vagyok. Te véletlen nem október 10-én születtél? Pedig 10 per 10 vagy. Beadom a másik oldalt. Most eljátsza ugyanazt, amit a másik csajnál. Ennyire nem jut eszükbe már semmi, ez nagyon gázos. Valban. Szia! Valaki halat eszik, vagy csak örülsz, hogy látsz? Uram, Isten, Jézusom, de mennyire bunkó. Azt a kurva eget. Erre ki mondanálsz, hogy jobbra? Ki az a lány, aki azt mondaná, hogy... Figyelj, odamész a lányhoz. Szia, büdös vagy. És mondják, hogy... Ez az, dugj meg. Kúri szét. Létezik ilyen? Van. Elfogadom. Még jó, hogy elfogadod, bazd meg. Ez az alap. Hogyha elutasítjanak, akkor muszáj elfogadnod. Ez választ el attól, hogy nem egy ősember vagy, hanem egy ember. De valakinek még ezt is magyarázni kell. Hogyha szerinted se Azariák a hibás, akkor húzz jóra. Szerintem nem Azariá a hibás. Ha szerinted se az. Hogy? Hát szerintem ő a hibás. Azariá. Olyan vagy, mint a pörkölt tejfölös dobozban, megleptél, de ha már így van, akkor kinyalnálak az utolsó cseppig. Úristen. Ez nagyon durva. Nem hiszem el, hogy ez létezik, ez megtörtént. Produkciós iroda van mögötte, production value van benne ebbe az egészbe. Animátorok, kamerás emberek, a mikrofonok, a sok embert meg lehet hívva, a sok pia, szponzorok, minden beáll le mögé, a szar mögé, és egyszerűen nem tudom elhinni, hogy ez létezik, vágod? Kassa Tibi az Szűz Máriahez képest, bazd meg! Ki a szemed az térkép? Mert tök rávastam benne. Ez szerintem már olyan kb. 1960-ban is elsütötték az emberek, de nagyon jó szöveg. Csöcsök! Bal! Csöcsök. Belül sírok. Már annyira fáj, hogy nem jönnek könnyek. Szia, Lénár vagyok, képzeld, de benne voltam Guinness rekordok könyvében. Képzeld, tényleg.
A legnagyobb fasz. Benne volt a farok méretem a Guinness-ek könyvében. Ővel legkisebb, azt fogja mondani. Ez lesz a poén. Szólt a könyvtárosnő, hogy vegyen ki belőle. A narcisz mennyire szép név, hogyha meglátnak, megáll a hév. Okay. Féltékeny vagyok a szívedre, mert ő ver benned, és nem én verem beléd. Ez csúnya volt nagyon, megyek arra. Mindig azt hiszem, hogy már nem tudnak meglepni, és de. Bűnös, undorító proli az összes. Ezek azok a típusú férfiak, akik miatt a normális nők egyszerűen félnek. Ezek miatt a férfiak miatt nem mennek társkeresőkre regisztrálni, mert ezek a férfiak kezdik ezt zaklatni őket. Ha nő lennék, és ezt a videót meglátnám, azt mondanám, hogy inkább leszbikus leszek meg. És vannak, akik ezekre az emberekre hasonlítani akarnak. Azt hiszik, hogy ők ilyen igazi alfahímek ettől a viselkedéstől, pedig csak undorító, agyhadott idióták. Na ő most valami aranyosat fog mondani, mert látom szemébe azt, hogy tetszik neki ez a lány, de tényleg. Ő most tuti valami cukit fog mondani. Érzem. Szia, Krisztián vagyok. Tudom, hogy kicsit piros a színem, de nyár végén találkozunk a színem. Na, láttam, mondd, na, tudtam én. Veletek is. Szia, Mia. Képzeld el, tök bénán gokártozom. De nem úgy, hogy mindenki előttem megy el amúgy. Annyi jobbra. Köszönöm szépen, köszönöm szépen. Szia, olyan a haja, mint Manuelnek, csak dagat vagyok. Kuki. Jobbra. Szia, Narcisz. Látom, hogy ideges vagy, de egyébként engem nem zavarna, hogyha torkig lennél velem. Bal. Ez nem az én napom. Mi a fasz van, basszeg? Lehet, hogy nem kéne ennyire proliskodni, és meg kéne próbálni actually mondani valami normálisat, és akkor talán lenne értelme a műsornak, nem pedig az lenne, hogy mindenki csak fogja a fejét, hogy ezek az emberek léteznek, és szavazhatnak, lehetnek gyerekeik, jogosítványuk lehet, és ezek elmennek köztünk nap, mint nap az utcán, és elgondolkodok azon, hogy ki akarok-e menni az utcára, hogyha én emberek szívnak egy levegőt velem. Kezdek depressziós lenni. Szia Lilla, egy gyerekverssel készültem, boci-boci tarka, se füle, se farka, tudod, hogy szívesen megyek el az arcra. Balra. Szájhagyomány útján terjed, mint a herpesz, csak rosszabb. És ő erre büszke? Büszkén nevet utána, hogy elhúztak balra, de azért nagyon vicceset mondtam. Tudom, hogy a korona az 20, de lehetnél mellettem egy jó kis túsz. Jobbra. Ez jobbra. Látjátok, valaki ilyen dumákkal összeszed nőket, látjátok? Ilyen dumákra azt mondják a nők, hogy ez jó, ez jó. Bármit írsz, ebből a videóból semmit, és akkor jó vagy. Ez ahhoz a tutoriál, mit ne csinálj. Ahogyha barátnőt szeretnél. Vesztettél? Ne! Ne, Kovix! Elfelejtetted a játékot, aminek az a lényege, hogy el kell felejteni, és utána mindenkinek el kell magyarázni a játékot? Előttem áll egy angyal. Gyere és basszunk, amíg nem jön a hajnal. Balra, tesóm! Na? Ez jobbra, igen, ez itt vagyunk, ez lenne az, tényleg, oda mész egy csajhoz, hello, szia, basszunk, mehet, nyomjuk. Igen, nekem csak egy kérdésem van, hogy nem vagy véletlenül parkolóra, mert belédódnám az összes 20-asom. És az ott a proli, azt láttátok, fiad? A dagadt kopasz hogy fog ugrálni? Mint ős emberek tudni. Becserkészi a nőt! De becserkészt ezt a nőt! Jobbra! Szia, bemutatkozom a teljes nevem. Be kéne Tóni. A fasz. Be kéne Antal. De neked csak be kéne Tóni. Elbaszta, geci. Hogy lehet még ezt a szar poént is elbaszni? Szia, mese. Szeretnél magadnak egy saját rovart? Igen. Akkor leszek én a kemény fa, szúd. Fára. Gyertek, srácok, előttem itt van az emese. Hogyha ránéztek, nem áll jól a szemese. Ezért, hogyha rám ér... Úristen, ezt meg biztos nem hallotta az emese. Vajon mi áll emese SMS-ébe? Nem áll jól a szemese? Nem... Aztán meg a fene se!
Én ezek után nem akarok ugyanazon a helyen látni, mint a Sipi. Legalább átmegyek oda egy emes és szemese poén után. Figyelj, én egy komolyabb témával készültem, szia. Tök sokat gondolkozok, milyen lehet vaknak lenni, vagy némának, vagy süketnek mondjuk. Vagy kisvaknak, mert nekem nagy f***om van. Általában mindig annak van a legnagyobb f***, aki mondogatja folyamatosan, hogy nagy f*** van. Ez nyilván így szokott történni. Ma este a két szombot. Meg akar süketülni a combjaitól, vágod. De bármennyi pénzt küldetek, bármennyi szabad gifteltek, nem fogom leállítani ezt a videót, ezt már végig fogjuk nézni. Legközelebb, ha valaki rossz a cseten, valaki rosszalkodik a cseten, ezt a videót fogom nézni. Ezt elmentem, és ezzel fogom kínozni az embereket. Az összes rendezvényem teli, minden barátnőm egy Reni. Mi van? Mi van? Szia! Nagyon tetszel nekem! A legjobb haverom neve... Sándor. Ez a legrosszabb születésnapom az évben. Köszönöm szépen! Back at it again at Krispy Kreme. Szia! Szerintem az összes csaj közül te vagy a legszebb. Jó. Az összes csaj közül te vagy a legszebb. És ezt minden nőnek el kell mondani. Az a baj, hogy ezt csak egyszer lehet bejátszani, mert ott a többi is. Tehát most ez... Szerintem a Kósz Milán volt a legszebb. Gondoltam, hogy ez működik. Női logika! Női logika? Aha, tesó, most mész vissza balra. Nem mondok semmit. Tudod, hogy imádlak. Te vagy a legnagyobb forma egyébként. Na, ez te is. Buta nőknél beválik a manipuláció, úgy látszik. Kibaszott nőre redfleg amúgy, tuti. Ez a felús, ez nagyon c***i creepy. Allergiás vagyok a szar videókra. Szia, mi a különbség a karácsonyban és a far... Vagy bocs, a karácsony fában és a farkamban? Mind a kettőt decemberben állítom fel. Miért pont decemberben? Mert nónát november? Vagy ez, mi ez a poén? Vagy ezt csak én látom bele, és semmi értelme amúgy? Van 70 lehetőséged. Első egy nagy ülelés, marad a 69. Uram, atyám, geci! Fejbe jövöm magam! Tudja, hogy megy jobbra. Az jobbos sőszex! Sőszex! Én tök rendes srác vagyok amúgy, és összehajtogatnám a ruháidat reggel a padlóra. Főzést tudsz? Bármit. Na, akkor jobbra. Hallottam az előzőt, én nagyon szívesen főzök, te mosogatsz. És balra! Ő nem akar megbaszni, ezt tudja, hogy balra. De most azt hittem, hogy működik ez? Kérdezem, ez az egyenlőség. Tudjuk, hogy balra. Ja. Azt hittem, hogy működik ez? Tesó, én kérek elnézést, vágod, az előző kettő pali konkrétan csak közölte veled, hogy meg akar baszni, és jobbra úsztad őket. Azt hittem, hogy működik ez, hogy én mosogatok. Én nem mosogatok, én nem olyan nő vagyok. Én baszni való nő vagyok. Engem csak baszni lehet. Én ugyan nem mosogatok. Jézus, atya világ! Hallod? Kinyomom a szemeimet. Úristen! És még számon kéri. Még számon kéri, hogy ez szerinted működni fog? Köszönöm. Van mosogatógépe. Van mosogatógépe. Én mosogatok? Hol maradtál? Joer, hogyha balra húznak, smárolunk, bazd meg, valami legyen. Na gyerünk. Szia, Kósz Milán vagyok. Kettő óval a második hosszú, és nem csak a második ó hosszú. Fele-fele. Balra. Most arra ment a célzás, hogy a lány mondja szex közben, hogy ó, és akkor hosszan mondja, hogy ó. Ez volt a lényeg? Vagy most ezt nem értem. Ezt bárki értette? Senki nem értette. Kukija is hosszú, de Kukit azt nem hívja senki O betűnek. Nem akarok smárolni a Joerre! Ha megfelezted volna, akkor jobbra! Ilyen egoista! Miért tette oda a kezét? Na hát, ja persze, akkor nem lennének igazi alfamélek, vágod. Meglátná a többi férfiot, hogy történt egy csók kettő férfi között, és azonnal mindenki letépni a pólóját, és oda mennek, és szétvernék! Bocskus b***i! Időkér jöttünk, nem faszom a b***rásokat nézni! És szétütnék, vágod? Eszembe jött a Jucus név, akkor már is feláll a... Bré... Szia, Jézus, egy kérdésem van, hiszel a horoszkópban? Igen, hát... De so, én megyek balra! Egy jó pillanat a videóban! Köszönöm! A horoszkópos k***ákból még ezek a prolik se kérnek, vágod? Akik minden egyes nőnek belógatnák, még azok se! Lehet, hogy a felús is horoszkópos amúgy, és tudta, hogy nem áll össze az aszcendensük, és azért ment el balra.
mekkora plot twist. De amúgy a csaj megérdemelt, hogy beégjen, mert az előbb annyira gáz volt ez a mosogatós téma, hogy egyszerűen meg, ezt most megérdemelte. Szia, Csaj! Ha nem a Villa, mit szólna, ha ilyen benne lennél a bugyimba? Ha-ha. Vicces nők. Pov, nő vagy és vicces. És azt hittem, hogy így beoltam a csajokat, meg előrukkolok ilyen szarszövegekkel, de nem jött be. Ja, itt a Milának itt egyszer... Beoltja a csajokat, meg előrukkol szarszövegekkel, és nem jött be. Hát milyen meglepő, hogy nem jön be egy nőnek az, hogy beoltod. És húztak jobbra. Egyszer jobbra húztak, egyetlen egyszer. Az is eredmény. Ha jó a buli, fogy a gumi. Ha jó a buli, fogy a gumi. Ezért nem lesz soha gyereked. Kíváncsi lennék, hogy mondjam, hogy ezek az emberek mondjuk így 20 év múlva hol lesznek, amikor ott vannak, hogy aha, igen, 35 éves koromig végig buddhiztam az egész életemet, és tök jó volt meg minden, de hogy így az összes barátomnak, aki régen gyerekkori barátom volt, már gyereke van, családja van, egy szerető családja, én pedig itt vagyok egyedül, van pénzem, de nincs mellettem senki, csak proli idióták, akik addigra már valószínűleg vagy depressziósak, vagy olyan szinten drogfüggőségben vannak, hogy konkrétan már nem proli idióták, hanem csak szimplán f***bó idióták. Ott lesznek full bedepízve, és mit csinálnak? Én nem is akarok belemenni ebbe, hogy ez most itt elkezdjék ezen filózni. Ez k***szottul gáz, nem így kell élni az életedet, szerintem egyértelmű mindenkinek, hogy ez undorító. Nem gondoltam volna, hogy ez a videó ennyire rossz lesz. Ez a Sidemen Tinder csak retek magyar verzió. Én nem tudom, hogy a Sidemen Tinder milyen lehet, de ennél csak jobb. Szia, Mannin! Hello, Mannin! Szia, Mannin! Ha elfogyott a Mannin, csak szóljádon, ételek százat, majd amit lesz, majd elszórjád, de ami. A lényeg, hogy a mai streambe kerüljek be, kicsit hamis, te vagy a legjobb az egész kerületbe.